A veganizmus az állati eredetű termékek használatának mellőzése és az ehhez kapcsolódó filozófia, ami elutasítja az érezni képes állatok árucikk státuszát, amely megnyilvánul a táplálkozás, a szórakozás, a ruházkodás és a higiéniai termékek választásában is. Röviden, a vegánok nem esznek húst, tejet, tojást, bármit, ami állatokból készült vagy állatokból jött. Ó, itt egy kutyaszőr. Sziasztok! Üdv újra itt a csatornán, ahol a Zero Waste-ről, azaz hulladékmentességről, környezetvédelemről és fenntarthatóságról osztok meg ötleteket és tanácsokat a mindennapokra vonatkozóan. Akik már régebb óta követnek vagy ismernek, azok tudják, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt lemondtam a húsról és vegetáriánus étrendre tértem. Az elmúlt hónapokban pedig kicsit mélyebben elmerültem a különböző állati eredetű élelmiszerek tanulmányozásában és abban, hogy ezek miként hatnak az ökoszisztémára. És ahogy azt már az előző videón említettem, 2020-ban törekszünk arra, hogy minél kevesebb állati eredetű élelmiszert fogyasszunk, még ha nem is leszünk teljesen vegánok. És persze nagyon szeretjük a kihívásokat, úgyhogy mi is csatlakoztunk a Vegán Január Challenge-hez, hogy kipróbáljuk, milyen egy hónapig vegánnak lenni. A Veganuárral kapcsolatos tapasztalataimat egyébként egy cikk formájában is megfogalmaztam, úgyhogy ha inkább olvasós típus vagy, akkor keresd a linkjét a leírásban. Engem személy szerint erre a kihívásra Gitte Marie Johansen Best Vegan Beginner's Tips for Picky Eaters című videója inspirált. Ebben a videóban azoknak nyújt nagyon szuper tanácsokat, akik most térnének át a veganizmusra, vagy szeretnének minél több növény alapú élelmiszert bevezetni az étrendjükbe, viszont kicsit válogatósak és félnek nekiállni a kísérletezésnek. Now let's talk about food! Annak ellenére, hogy mennyire válogatós vagyok, ebben a hónapban rengeteget kísérleteztünk eddig, nagyon sok új dolgot kipróbáltunk, és többször azt éreztem, hogy messze a komfortzónámon kívül merészkedtem. Kipróbáltunk különböző növényi sajtokat, készítettem amerikai palacsintát kizárólag növényi hozzávalókkal, a tojást pépesített banánnal helyettesítettem, a tejet pedig zabtejjel, és az eredmény meglepően finom lett. És amikor azt éreztem, hogy már egyen magabiztosabban tudnék nekiállni egy bonyolultabb recept vegán verziójának elkészítésének is, akkor csináltunk egy lazányét kizárólag növényi alapanyagokból. Engem a vegán bechamel, bevallom őszintén, jobban meggyőzött, mint az eredeti. És egy kis keresgélés után találtunk olyan vegán sajtot, ami hasonlóan azt az olvadós állagot tudja előidézni, mint a trapista sajt. És voltunk egy vegán étteremben is. Többször jártam már vegán street food kajáldákban vagy kifőzdékben, de effektíve vegán étteremben még nem. Itt pincér hozta ki az ételt, volt rendes étlap, abrosz volt az asztalon, élő zene szólt a háttérben, és igazi magyaros ízeket idéztek elő kizárólag növényi alapanyagokkal. Úgyhogy most már ilyen is van. Előételnek én egy vegán babgulyást kértem, ami teljesen babgulyás állagú és ízű volt, főételnek pedig egy kétszemélyes vegán rántott tálat kértünk. Volt rajta falafel, különböző növényi rántott sajtok, volt, amelyik egészen kamember állagot és ízt idézett elő, akkor volt rajta cordon bleu, amit növényi sajttal és szejtánnal készítettek el, a köretek pedig egyszerű zöldségek és rizs és krumpli volt. Ez szerintem még egy gyakorló húsevőt is kielégít. A kísérletezésbe bevontuk az öcsémet is, aki vendéglátásban dolgozik, és egyáltalán nem vega, vegán, vagy bármi ilyesmi. Az egyik szupermarket saját márkás vegán húspótló készítményéből sütöttünk hamburgert, és ezt hasonlítottuk össze egy mezei hamburgerrel. A kísérlet úgy zajlott, hogy bekötöttük a szemét, majd meg kellett kóstolnia mindkét hamburgert, és megmondania azt, hogy melyik a vegán, és melyik a nem vegán. Tudod, mi a túlva? Mi? Kicsit elbízol. Nem tudom. Az? Ez. Az a műhús? Ez a műhús, nem ez a műhús.
Nézd meg! Az a... De most komoly? Tényleg? Tényleg. Halál komolyan azt hitted, hogy a másik a hús. Igen. Mondjuk az egy kicsit gyanús volt, hogy, hogy ennek nagyobb volt. Hogy nagyobb volt a hús benne. Igen. Szerinted kinek találták ki egyébként ezt, az ilyen jellegű hús? Mert azért a műhúsról már régóta hallunk, meg régóta vannak mindenféle vegetáriánus, vegán húspótlékok, vega fasírt, vega kolbász, vega felvágott, stb. Többnyire szójából, vagy valamilyen zöldségből, esetleg sejtámból elkészítve, de valahogy egy, én azt éreztem, hogy egyik sem idézi azt a húsállagot és húsízt. Jó, szerintem ez azoknak szól, akik mondjuk most meg húsfogyasztók, de hogy később viszont át akarnak térni arra, hogy vagy hogy kevesebb húst fogyasszanak, vagy hogy teljesen átálljanak, érted? Mm. Tehát, hogy akkor ki lehet ezt próbálni, hogy milyen? Mert ugye mindenkinek teljesen más az ízlése, most az egy dolog, hogy nekem ez hasonlított rá és összetévesztettem, de... Mindenkinek más az ízlése. Mindenkinek más az ízlése. Meg azért azt is tegyük hozzá, hogy nem egy nagyon jó minőségű szürke marha burger vetettünk össze egy vega burgerrel, hanem tényleg egy gyakorlatilag olcsóbb húspogácsát. Az eredmény minket is nagyon meglepett, úgyhogy ez elég sok mindent elárul. Húsbarátok, ti is kezdjetek el bátran kísérletezni. Ez alatt a néhány hét alatt edukálni is szerettük volna magunkat az állati eredetű élelmiszerekkel kapcsolatban, úgyhogy megnéztünk néhány dokumentumfilmet és természetesen cikkeket is olvastunk a témában. Ezek közül a Cowspiracy című Netflix dokumentumfilmet nagyon ajánlom, rendkívül informatív volt és a mi szemünket is felnyitott a bizonyos tekintetben. Ha már a hamburgernél tartunk, gondoltad volna, hogy egy darab hamburger húspogácsa előállításához akár több ezer liter vízre is szükség lehet? Ezek olyan elképesztő adatok, hogy környezetvédőként már nem hunyhatok szemet fölöttük. De nem csak az ökológiára gyakorolt hatása brutális az állati eredetű élelmiszereknek, hanem az is, amilyen körülmények között tartják az állatokat. Korábban azt gondoltam, hogy a bio és a tanyasi élelmiszerek jelenthetik a megoldást, de gondoljunk csak bele abba, hogy ha mindenki tanyasi meg bio termékeket vásárolna, akkor gyakorlatilag az egész bolygónak egy nagy tanyának kellene lennie. És akkor most jöjjön a vélemény, konklúzió és a kritika ezzel a néhány héttel kapcsolatban. Az első negatívum az az, hogy az elmúlt hetekben sokkal több csomagolt dolgot vettünk, mint azt korábban tettük. Ki szerettünk volna próbálni néhány hús és tejpótló készítményt, és sajnos ezek a legtöbb esetben csak műanyagba csomagolt formában kaphatóak. Viszont igyekszem annak utána járni a jövőben, hogy hogyan tudom én ezeket házilag elkészíteni, vagy hol tudom beszerezni csomagolásmentesen őket. Félreértés ne essék, lehet teljesen csomagolásmentesen és vegánul bevásárolni, ahogy azt kipróbáltuk a Lehel piacon, de ez bizonyos lemondásokkal jár sajnos. Az árakkal kapcsolatban. Vannak olyan vegán készítmények, amik viszonylag olcsók, és vannak olyanok is, amik a különböző jobb minőségű húsok és sajtok árkategóriáját közelítik meg. De nem éreztem azt, hogy különösebben megterhelte volna a pénztárcánkat ez a hónap eddig. Egy hatalmas pozitívum, a laktózintoleranciámról teljesen megfeledkezhettem. Sokkal könnyedebbnek éreztem magam az étkezések után, nem telített el ez a kajakóma feeling. Összességében véve ez egy nagyon jó hónap volt eddig, persze nem ért még véget, hogyha szeretnél, te is csatlakozhatsz hozzánk az utolsó egy hétre. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és hogyha szeretnétek értesítéseket kapni minden egyes alkalommal, amikor feltöltök egy új videót, akkor mindenképpen nyomjátok meg a haranggombot a feliratkozás mellett. Hú, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat, hogyha szeretnél támogatni, akkor a Patreon oldalamon keresztül közvetlenül is támogathatod a munkánkat. Hello!